Van egy mondás, ami tökéletesen kifejezi a 20. század mentalitását. A 21-ről nem is beszélve. Így hangzik, az idő pénz. Ennek a szemléletnek köszönhetően születtek meg többek között a gyorséttermek is, melyeket eleinte olyan nagy forgalmú helyeken nyitottak meg, mint a vasútállomások, repülőterek vagy az autópályák csomópontjai. És ahol olyan speciális ételféleségeket kínáltak, melyeket a nap bármely időszakában, azonos minőségben, azonos színvonalon tudtak kiszolgálni a vendégeknek, és tudnak ma is. Ezek közül a legsikeresebb az egész világon ismert hamburger lett. A gyorséttermi eladó olyan szakember, aki a vendéglátás gyorsétkeztetés bonyolító üzleteiben étellel és itallal szolgálja ki a vendégeket, majd átveszi a fogyasztás ellenértékét. Munkája során a rendelkezésére álló étel és italféleségek közül a vevő által rendelteket rövid időn belül általában 1-2 perc alatt tálcára teszi, majd szintén a rendelés alapján számlát készít, melyet a kiadott ételekhez és italokhoz mellékel. Gondoskodik továbbá arról, hogy a kínálati listán megjelent választék mindig rendelkezésre álljon, ezért ha kell, képes rá, hogy az egyszerű ételeket el is készítse. A gyorséttermi eladó ezen kívül gondoskodik a felszolgálás rendezett feltételeiről is, feladata az asztalok megterítése és tisztántartása. A keletkezett hulladékot pedig a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően mindig szelektíven gyűjti az erre a célra szolgáló konténerekbe. A kiszolgálás gördülékenységét biztosító feltételek kialakításáról a gyorséttermi eladó nyitás előtt, illetve zárás után vagy a megadott egyéb időben gondoskodik. A munka végeztével a gyorséttermi eladó mindig elszámol a napi bevétellel. Mivel étellel és itallal kerül kapcsolatba, alapvető követelmény vele szemben a személyi higiénia maximális betartása. Jellemző továbbá a munkahely profiljától függő munkaruha viselése, ami már messziről jól felismerhetővé teszi a dolgozót, és a céget, amelynek alkalmazásában áll. Azért választottam ezt a munkát, mert szeretek emberekkel dolgozni. Mikor bejövünk reggel dolgozni, akkor először is előkészítjük a terepet, hogy tudjuk fogadni a vendégeket. Tehát értem ez alatt a terítést, az ételeknek az előkészítését, bemelegítését, tálalását. A napnak a legpörgősebb része az ebéd, ezt szeretem a legjobban. Egy gyorséttermi eladó feladatai az eddig felsoroltakon kívül még tovább bővülhetnek, így például felelős lehet az árukészletért, melynek akár a beszerzését is rábízhatják, beleértve az árurendelés összeállítását is. A szakmabeli munkája során olykor az áru raktározását is elvégzi, ennek azonban mindig szakosítottan kell történnie. Különböző termékeket különböző hűtőkben kell tárolni, megfelelő szavatossági idővel ellátva, tehát például a zöldségeket, a felvágottakat külön hűtőbe tároljuk, valamint a kész ételeket is, illetve a mélyhűtött termékeket is, és erre a raktárba különböző hűtők állnak a rendelkezésre. A gyorséttermi eladó feladata továbbá a készletek folyamatos pótlása is, melynek során a felszolgálást segítő eszközökkel újra és újra feltölti a különböző tartókat, például italautomatákat vagy más eszközök, például tálcák, poharak tartó edényeit. A gyorséttermi eladó az étkezéshez szükséges alap és nyersanyagok szinte mindegyikével dolgozik, a húsféleségektől a fűszerekig, a zöldségféléktől a süteményekig, és használja a különféle főzéshez szükséges eszközöket és konyhai gépeket is, főleg a különböző tűzhelyeket, sütőket, hűtőszekrényeket és mosogatókat. Fontos eszköze még a számítógép, a pénztárgép és a kávéfőző is, és akkor a titokzatosan hangzó barista edényeket még nem is említettük. Vannak olyan vendégek, akikkel kicsit nehezebb bánni, mert esetleg akkor jönnek már ide hozzánk, amikor már nagyon éhesek. És akkor van egy olyan kategóriája, amelyik már úgy kicsit agresszívebb, vagy nem annyira türelmes, vagy nem annyira jól fogadja esetleg a változásokat, ami mindig előfordulhat egy étteremben. A gyorséttermek vendégköre szinte valamennyi társadalmi réteget képviseli. Az ott dolgozónak ennek megfelelően udvarias, megnyerő magatartást kell tanúsítania, mindezt fokozott figyelem mellett, együttműködésre készen, ügyelve a fegyelmezettségre, rendezettségre és a mindig tiszta, ápolt megjelenésére is. Fontos továbbá a fizikai erőllét, a csapatmunkára való alkalmasság és a megfelelő kommunikációs képesség, amivel jó, ha együtt jár a stressztűrő és konfliktuskezelő képesség minél magasabb foka is. A gyorséttermi eladó munkája közepesen nehéz fizikai munkát jelent, melynek túlnyomó részét a szakmabeli állóhelyzetben végzi, általában több műszakos időbeosztásban.
Jellemző továbbá, hogy a dolgozónak viszonylag kis területen, zárt helyiségben kell sokat mozognia, mindezt ráadásul a hely szellemének megfelelően, gyorsan, célszerűen, szabályozott mozdulatokkal végzi. Munkája során a konyhafőnökkel, a vevőkkel, az árubeszállítókkal és a többi konyhai dolgozóval is folyamatosan kapcsolatot tart. A mindennapi munkavégzés közben megterhelést okozhat a magas páratartalom, a nagy hőség, illetve a szagok elviselése, különös tekintettel az olajszagra, valamint a pszichés terhelés, ami a vevőkkel való folyamatos kapcsolattartásból fakad. Baleseti lehetőség a forró ételek okozta égési sérülés. A gyorséttermi eladóval szemben támasztott egészségügyi követelmények közül fontos a megfelelő állóképesség, valamint a jó látás, az épp hallás és a jó beszédkészség is. A szakma gyakorlása az ételkészítés és kiszolgálás során a kar, kéz, láb fokozott használatát kívánja meg. A szakmához értelmi sérültek számára speciális adaptált részszakképesítés kapcsolható. A gyorséttermi eladó foglalkozás szakképesítés nélkül is betölthető, a könnyebb elhelyezkedés érdekében azonban ajánlott a gyorséttermi étel eladó részszakképesítés megszerzése. A képzést a 8 általános iskolai osztály elvégzése után lehet megkezdeni. A szakma egészségügyi alkalmassági feltételeket támaszt. A gyorséttermi étel eladó részszakképesítés csak iskolarendszeren kívüli szakképzésben tanulható 480-720 órás tanfolyamokon. A képzés során a gyakorlati órák dominálnak, a résztvevők többek között gyors étkeztetési és ételeladási ismereteket sajátítanak el, valamint a fogyasztóvédelem és a szakmai idegennyelv alapjait is megismerik. A részszakképesítéssel rendelkező gyors ételkészítő és eladó, valamint hideg büfé eladó munkakörökben helyezkedhetnek el, a legváltozatosabb helyeken. Hiszen ennél a szakmánál nem csak az amerikai típusú éttermek jöhetnek szóba, hanem számos más, hasonló elven működő vendéglátóipari egység is, mint amilyenek például a különböző ételbárok, gyors étkeztetőhelyek, büfék vagy falatozók. Aki megtalálja a számításait gyors éttermi eladóként, annak rokon szakmaként a konyhai kisegítő, az utcai étel és italárus, valamint a szakács is említhető. A gyors éttermi ételeladó képzés teljesítése után lehetőség nyílik hasonló szakterületen tovább tanulásra. Választható például a vendéglátó eladó szakképesítés, aminek egyes moduljait már a gyors éttermi étel eladó részszakképesítés is tartalmaz. Ennek megszerzésével nagyobb esély nyílik vezetőbeosztások betöltésére, vagy saját vendéglátó vállalkozás indítására. Statisztikai adatok alapján keresetként a gyors éttermi eladó szakmában havi bruttó 110 és 140 ezer forinttal lehet számolni. Ez azonban változhat attól függően, hogy a dolgozó milyen életkorú, mely régióban, megyében lakik, valamint hogy a munkáltató esetében állami vagy magán, hazai vagy külföldi cégről beszélünk. A beszélt idegen nyelvek száma szintén befolyásolhatja a jövedelem alakulását, miként a munkahelyen eltöltött évek száma is. Hiszen ez a szakma, ahogy mondani szokás, felfutóban van, hála annak, hogy enni mindig kell. Még ebben a rohanó világban is. Az a célom, hogyha kellő tapasztalatot szerzek egyre több helyen, akkor már saját vállalkozást is tudnék nyitni. Mert minél több tapasztalata van egy embernek, tehát minél több helyen dolgozik, annál több rálátása lesz egy területre. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.